Teltházas volt a tűzmegelőzés KFT szakmai rendezvények kedden, az egésznapos program célja az információ átadás volt. 2018. novemberétől változások léptek életbe a játszótéri szabványokban, több olyan munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabály is változott a közelmúltban, illetve változni fog a közeljövőben, amelyek az önkormányzatok, intézmények és minden fenntartó napi feladatait érinti. Az előadók ezekben a témákban tájékoztatták a résztvevőket. A mai napot munka és tűzvédelemmel kapcsolatos dolgokkal, statisztikával és a játszótér szabványok változása miatt szerveztük a környező közelbeli, illetve az országban található intézmények részére a változásokról, a jogszabályváltozásokról ezzel kapcsolatban ami az intézményeket érint, hogy mindenki tisztában legyen, és hogy tudja a jogszabályok alapján, hogy hogy kell ezeket a dolgokat végezni, illetve rendezni, hogy minden rendben legyen a játszóterekkel kapcsolatban. A játszótereket üzemeltetőknek a játszótéri eszközök vonatkozásában dokumentálási és ellenőrzési kötelezettségeik vannak a hatályos jogszabályok és szabványok alapján, amit a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan ellenőriz. A játszótérnek három fő ellensége van, az időjárás, a rongálás és a nem rendeltetésszerű használat. Sokszor probléma az is, hogy a játszótéri eszközöket a szülők is használják, pedig azok a gyermekekre vannak méretezve. Tavaly több mint 300 játszóteret és 5000 játszótéri eszközt vizsgált át a Tűzmegelőzés Kft., amelyekben azt állapították meg, hogy a korábbi ellenőrzésekhez képest javult a helyzet, Mindössze 10% azoknak az eszközöknek az aránya, ahol valamilyen hiányosságot találtak. Ezeket az üzemeltetőknek kell javítani, egy baleset során ugyanis a felelősség minden esetben az üzemeltetői. A kivitelezésnél csak a méretezések vonatkozásában van kisebb változások, például a fejbeszorulás vizsgálata, újbeszorulás vizsgálata, a leesés elleni védelem, ütési lapító talajok kialakítása, tehát ezek mind-mind a biztonságot szolgálják. Hiszen az új szabvány egyértelműen meghatározza, a játszótéri eszközöket úgy kell kialakítani, úgy kell használni, hogy a gyerek súlyos vagy halálos balesetet ne szenvedjen. Tehát nem mondja, hogy ne legyen baleset, mert a játszótéren előfordulnak balesetek. Ennél szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét, hogyha bekövetkezik egy baleset a játszótéren, azonnal értesítsék az üzemeltetőt, hiszen a játszótereknél ki van írva, hogy ki az üzemeltető, az elérhetősége. Hiszen ö, vizsgálni kell, hogy a játszótéri üzemeltető, vagy jár, valamilyen játszótéri eszköz hibája miatt következett be a baleset, vagy éppen a nem rendeltetésszerű használat miatt, amiről hát nagyon sok balesetről lehetne ö, beszélni még. A szakmai napon résztvevő intézmények fenntartók között egy értékes, 260 ezer forintos, kétszemélyes lengőhintát is kisorsolt a Tűzmegelőzés Kft., amelyet egy nyíregyházi gyártócég ajánlott fel.